jel. A sötétben, itt a mélyben, most felkiáltok én, és választ hallok a szívem rejtekén. Közel voltál te hozzám, közel szívvel állunk a színpadra, amikor együtt zenélhetünk, dicsérhetjük az Ulat. Ez egy teljesen más alkalom, mint mondjuk én akár a Magda Cum Laude zenekarral lépek színpadra, vagy a Budapest Bárral, vagy mondjuk a Mesőélővel, ami egy ilyen egyszemélyes kis produkción projektem. Itt azért más erők dolgoznak. Együtt szerezzük ezeket a dicsőítő dalokat, együtt írjuk. A Gellértel mi vagyunk a felelősek a zenéért, a szöveget pedig minden esetben az Andris írja. Nagyon jó velük együtt dolgozni, nagyon inspiráló, nagyon egy hullámhosszon vagyunk, és mind a kettőnk célja amellett, hogy természetesen olyan dalokat írunk, ami az Istenre mutat, az Isten dicsőíti, őt ünnepli, amellett a minőség mindenféleképpen az elsődleges szempont. Thank you.
Sejtem, sejti már, hogy titkos érintése, hogy hogy lehet. Te jöttél hozzám, sikertekben találtam lelkemet. Ég a tűz, úgy fáztam én, ölelj meg újra hát, mert megfagyok. Vágyam űz, hajd feléd, rügyed bont minden át, és itt hagyod azt a szót, mely gyógyító, s az illatod. Szókimondó perc, angyal nyelvű szóval válaszolsz. Mesztelen a mersz, amennyig veled mennék, te átkarolsz. Fáj talán, nem vérzik, nézd, sebem a múltamból, a tegnapom. A szívem már él, nem fél, csak tőled kaphatok majd új lapot. Vele boldog lettem én, s nem elhagyom. Lángod el, nem ég, mint csipke bokor fénye, hívogat. A kezdet és a vég, e pillanatban együtt látogat. Ha úgy hinném, hogy elhagytál, karodba vittél át mindenem. Felvettél, hordoztál, és sodródtam messze már, Istenem. Csak értem harcoltál, Istenem. Thank you.
Régebbi dalaink közül talán a Szent Háromság az, ami meglátásunk szerint eljutott nagyon sok emberhez, és nagyon sok ember szívét kinyitotta. Annak a születése is egy nem mindennapi történet. Épp a Gellérték újítottak, pontosabban építkeztek, kellett egy szárnyat építeni, mert mind a kettőknek 8-8 gyermekük van. És egyik alkalommal a koszorút betonoztuk fönt, hát én voltam a mester, hát én láttam már ilyet, tanultam édesapámtól, a többiek nem. És én fönt álltam az álláson, és akkor öntöttem bele a vödörből a betont, és hát tudni kell erről a munka folyamatról, hogy ezt egybe kell kiönteni, mert különben nem köt össze a beton, és ránk esteledett, és már telefonnal világítottam, hogy hova kell beleönteni. Nagyon piszkosak voltunk, nagyon fáradtak voltunk, de ahogy lejöttünk az állásról, valahogy így akartunk zenélni, akartunk alkotni, és egy ilyen kis fészerhelyisége van a Gellértnek, ami ilyen nagy képén stúdiónak van minősítve, és ott született egyébként a Szent Háromság című dalunk ilyen állapotban. Úgyhogy nem feltétlen mindig úgy születnek az igazán jó dalok, hogy ihletett állapotba kerül az ember, és nyugalom van körülötte.
nem válasz tőled semmi el. Szeretetet áll tőlem, élet, halál, nem akadály. Te vagy a győztes Kurs király. Atya, Atya, Fiú, Szentlélek jön, csak téged dicsér a menny és a föld, vegyed életünk, ha éljünk veled, te vagy minden mindenben. Csak neked zen, a szívem énekel, minden dobbanás legyen tiéd. Szegény szabad vagyok, nem árthat semmi már, a kincsem mindenem, te vagy. Atya, Fiú és Szent, csak téged dicsér a menny és a föld, vegyed életünk, ha éljünk veled, te vagy minden mindenben. Atya, Fiú és Szentlélek jöjj, csak téged dicsér a menny és a föld, vegyed életünk, ha éljünk vele, te vagy minden mindenben. Oh, 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 oh. Amivel én tudok közelebb kerülni az Istenhez, az a bűnbocsánat, az az imádság, imádkozni együtt, felkészülni a húsvétre, az Úr mennybe menetelére, és tehát egy olyan kapaszkodót tud adni, egy olyan reményt, melyben tud szembesülni az ember azzal, hogy igazából mi megváltott emberek lettünk, a profécia beteljesedett, és úgy, ahogy az Úr fölment a mennybe, úgy megígérte nekünk azt, hogy visszajön, és mi ebben reménykedünk, hogy megváltott emberek vagyunk, és várjuk az Úr Jézus visszajövetelét is. Szállott, vándorlásunk áll.